egy szezonnyitó motorozásra mennék. És remélem, hogy nem kések el. Kicsit elcsesztem az időt reggel. Másik moci, most azzal megyek. Lehet, hogy nem érek oda időben. Na mindegy, most hát Tatára akkor is elmegyek majd, legfeljebb akkor egyedül. Tankolnom is kéne. Ennyire kapkodó és felkészületlenül még soha autót tankoltam.
Bemértem a gyereket, 95-en ment előttem. Jó, hát mondom, jó, legyél boldog, jött a lankás, megelőzte. De jött egy eskanyar, ugye előttem ment két kocsi, 60-70, én láttam már ott lentről jön fölfel a távolsági busz, abban a pillanatban a gyerek így mellettem a biciklivel 80-nak. Na jó, én már fékeztem lelki szemeimben, jó, mondom, majd lespaklizom a busz elejébe a gyereket. Ilyesmi úgy tudott elmenni a kocsi meg a busz között, hogy a válla az húzta végig ezért a távolsági busz. A távolsági buszosnak az arcát azt látni kellett volna, mert így a tükör. Hogy most adott volna hátsó kerékpárt, vagy nincs ilyen, mert nem látta, hát még kanyarodott, és nem látta, hogy átment, vagy nem ment át rajta. Istenem!